Szekszárdon és környékén igen megszokott látvány és zaj a fűnyírás. Sokan rendelkeznek kertesházzal, és a társasházak között is nagy arányú a zöld terület. Ám kevesen tudják, hogy akár 50 ezer forintos helyszíni bírságot kaphat, ha valaki vasárnap délben nyír füvet. Ahogy reggel 9 óra előtt sem szabad, és 12 óra, valamint délután 4 óra között is tilos. Miként egyéb nagy zajjal járó tevékenységet sem szabad ezekben az időszakokban végezni. Ide tartozik a favágás, kerti traktorozás, barkácskép használat, vagy éppen a zenehallgatás. Egy önkormányzati rendelet szabályozza ezt. Két időszakot jelöl meg az önkormányzati rendelet, egyrészt van a téli, illetve a nyári időszámítás. Téli időszámítás szerint ilyen tevékenységeket 19 óra és 7 óra között munkanapokon és szabadnapokon tilos végezni, munkaszüneti napokon pedig 19 és 9 óra között, illetve 12 és 16 óra között tilos ezen tevékenységek végzése. Nyári időszámítás ettől valamilyen szinten eltér. Nyáron is tilos ezeket a tevékenységeket végezni, de akkor némiképp változnak a tiltott időszakok. Hétköznap és szombaton este 9 óra és reggel 7 óra között, vasárnap pedig este 9 és reggel 9 óra között, továbbá 12 óra és délután 16 óra között tilos flexelni, füvet nyírni. A szabályszegők 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150 ezer forintig terjedő közigazgatási büntetéssel sújthatóak. Igazából 2018-ban szigorított ugye a jogalkotó a képviselőtestület ezeken a szabályokon, akkor is ilyen lakossági észrevételek alapján. Az eltelt időszakban elég volt a közterület felügyelők által alkalmazott mondjuk figyelmeztetés, szóbeli figyelmeztetés. Egyébként ilyen jellegű pénzbírsággal végződő eljárás nem történt azóta. Annak bizonyítása, hogy a szomszédunk ezeket a szabályokat megszegte, igen nehézkes. Ilyenkor a bejelentést követően tanukat hallgathat meg a jegyző, majd azok alapján kezdeményezhet eljárást. Erre azonban ritkán kerül sor, mondja Varga András. Nem jellemző, hogy a szekszárdi polgármesteri hivatalhoz fordulnának ezek miatt a lakosok. Más miatt azonban érkezett panasz a hivatalhoz. Volt, aki a szomszédjában kukorékoló kakasra, más a fagyasztott termékeket, tejtermékeket, vagy éppen a cirkuszt hangos, zenei szignállal hirdető járművekre, vagy éppen a paksi atomerőmű sziréna próbájára tett panaszt, megemlítve, hogy jó lenne, ha valamit tenne a hivatal ezen zajszennyezés ellen.